Hello, szia, szevasz, üdvözlöm mindenkire ezen a szép napon, reggelen, délutánon. Képzeljétek el, itt ülök az új autónkba, bérelt autóba, kölcsönautóba. Ugyanis, aki nem tudná, a múltkor ugye összetörték az autómat, majd megverte a jég az autót, és most éppen csinálják. Az elejét csinálják, ahol múltkor ugye a szomszéd neki ment, azt a részt csinálják most, aztán jövő héten meg az egész ugye, mivel megverte a jég. És addig erre a pár napra kaptam egy új, nem új autót, új autót, végülis egy másik autót, ilyen kölcsönautót a kölcsönzőtől, a biztosítótól. Úgyhogy ezt akarom nektek ma megmutatni, még mielőtt megyünk hajózni, ugyanis kiviszem a hajót nem sokára. Lehet, hogy megint elmegyek arra a szigetre, most hoztam jobb evezőket, úgyhogy ki tudunk majd evezni oda a vizes részre, talán, majd meglátjuk. De még mielőtt elmegyünk, ahogy mondtam, meg akarom nektek mutatni ezt az új autót. Ez egy 2016-os autó, és na már kiszállunk. Először kiszállunk, megmutatom kívülről, aztán elmondom, meg megmutatom belülről, és elmondom a véleményemet, hogy én mit gondolok, meg majd ti is írjátok meg, hogy ti mit gondoltok ide a videó alá erről az autóról. Na minden, jövő is kiszállunk. Ez egy 2016-os Kia Optima. Ilyen szép színben, ilyen szürkés a színe, végül is négy ajtós, ez az, azt hiszem, hogy az alapmodell, tehát nálunk nem tudom, hogy vagy nálunk nem tudom, hogy hol jön, de nálunk kettő modellbe jött ki. Jött az alapba, ebbe, meg a turbós verzióba, ez nem a turbós verzió. Ha jól tudom, 2,5 literes a motorja, 4 hengeres, és ugye nem turbós, egy Kia Optima, nem tudom, hogy Magyarországon hogy hívják, lehet, hogy nálatok is Optimának hívják. Nekem ugye volt Kiám régen, még a Ford előtt egy Kia Rio, ami ennél jóval kisebb volt. Ez elég nagy autó, de nem olyan nagy, mint a Ford. Tehát a Ford Falconunk ugye az rettentő nagy autó, az egy 4 literes motor van benne, és turbós, ugye XR6-os, ami nálatok nincs, hát az a mi autónk az egy Ford Falcon XR6 turbós, és egy kicsit nagyobb. Na mindegy, beülünk előre, megmutatom. Az ajtót addig bezárjuk. Még sok érdekes dolog nincs rajta. Az ajtóba ugye lemennek az ablakok automatán, a hátsó, a tükör, a lezár, hasonló dolgok. A kormány, ahogy látjátok, a belseje, van benne klíma, lehet állítani. Várjál, beindítom az autót, elveszik a kulcsot. Látod, a kulcstartója nem a legjobban működik már. És figyelj, mit csinál, amikor beindítod. A zene rettentő hangosan felmegy. Na várja, lehajtjuk addig. És zenél, látod? Először ugye érdekes volt, aztán most már kezd idegesíteni. Az autó nálam van most már 2 napja. Először, amikor beültél, hogy jaj, de jó, zenél neked, meg mindent csinál. Most már idegesít, hogy zenél. Mikor kiveszel a kulcsot, berakod a kulcsot, mindig zenél. Na ez nem tetszik benne. Sebb váltó automata. Lehet benne választani a sportmód, ekomód, meg sima. Mód van benne kézifék, amihez nem tudok hozzászokni, ugye ez ilyen elektromos, a Fordban még az a rendes van, amit én szeretek. Be tudod zárni, ki tudod nyitani, van benne ilyen bemenetek, látod? USB mindenféle fajta. Be tudod húzni, ja nem, meg kell nyomni és úgy bejön magától. Aztán van benne ilyen könnyéktartó, vagy minek hívják? Látod? Ugye van benne rádió, van benne GPS, klíma van benne, dupla klíma van benne, tehát lehet állítani, hogy én mondjuk akarok 19 fokot, a mellettem ülő meg akar mondjuk 28 fokot, külön lehet állítani, és ennyi. Kormányban itt vannak ugye a telefonos dolgok, tehát ez nem egy olyan autó bemutató ugye, mert én nem tudok ilyen videókat csinálni, csak nagyjából meg akartam mutatni nektek, hogy hogy néz ki. Mégis ilyen a belse. Nem csúnya, ez nem műanyag, hanem ilyen meg lehet nyomogatni. Ilyen műanyagos, de mégsem. A hátulja, gyerekülés ugye beleraktuk, ahhoz képest elég nagyocska, de nem tudom, én nem tudok hozzászokni, ugye most már 2 napja vezetem. Egyik helyről elvisz ugye a másikra, de a Ford után rettentő furcsa nekem, ugye nem akar menni az autó. Ahogy mondtam, a Fordunk az ugye turbos változat, 4 literes motor van benne, 6 hengeres, és rettentően tud menni. Ez az autó 4 hengeres, ha jól emlékszem, 2,5 literes motor van benne, nem turbos, és odalépsz neki, nem akar menni. Amit észrevettem, rettentő sokat fogyaszt. Én azt mondom, hogy majdnem, hogy többet fogyaszt, mint a Fordunk. Pedig a Ford 4 literes, ez 2,5 literes, de annyit simán fogyaszt, mint a Ford, én azt mondom.
ami rettentő nem tetszik benne, ugyanis ilyen autót nézegettem régen, hogy lehet, hogy majd egyszer a jövőben veszek, ugye az újabb változatot, azt hittem, hogy kevesebbet teszik. Régen a Kia Rio-nk, ugye ez a kicsi rettentő keveset evett, mink az kisebb autó volt, de na minden, ez ami nem tetszik benne. Kisebbnek kisebb, itt egy kicsit, amúgy nem rossz az autó, tehát nem azt mondom, hogy rossz az autó, de az árához képest, ugye a Fordot egy nagyon jó áron vettem, és ahhoz próbálom most viszonyítani, ahhoz képest nem ezt az autót választanám. Ami van a piacon a többi autó, azokhoz képest nem, végül is nem olyan rossz az árához képest, mindenben van, tehát benne van a GPS, benne van a klíma, kivéve nem úgy megy, amit, ahogy én akarom, hogy menjen az autó. Na minden! Úgyhogy gondoltam, megmutatom nektek, és erre a pár napra amúgy mindegy. De valószínűleg ilyen autót nem fog venni a jövőbe. Mondjuk a turbós változatát kipróbálna, már indítja az autót, hogy az mennyivel megy jobban, a turbós változat, biztos, hogy jobban megy, biztos, nem annyira, mint a Ford, de ennek odalépsz, és egy kicsit gondolkozik, hogy elinduljunk, vagy ne, és akkor is ilyen szép, lassan lomhán indul el. Na, mindegy, úgyhogy most megyünk, és gondoltam, hogy megállok, mutatom, hogy ilyen parkolóba itt a bevásárlónál, itt nincsen sok ember, és megyünk ki a hajóhoz. Davis megint óvodában van, a Lucas megint otthon van, a feleségem megint otthon van, ugye a feleségem valamit megint csinál, nem tudom mit, valami takarít meg dolgokat otthon. A Lucas ma nem akart jönni, a múltkor ugye elmentünk vele, nem fordulunk, azt mondta, hogy ma nem jön velem. Ugye amint leértünk, folytatom tovább. Ahogy ez nem autóteszt videó, még mivel valaki azt mondja, hogy nem tudsz te autót tesztelni, mert ez is van benne, meg az is van benne, lehet, hogy van benne, ez nem autóteszt videó, csak gondolom, hogy megmutatom, hogy van benne ilyen pedálos váltó itt a kormánynál. Na látod, odalépünk. Hangja az van neki, de amúgy nem akar nagyon menni sehova. Végülis nem azt, hogy nem akar, mert biztos, hogy megy az autó, de azt mondom, hogy a Ford után nekem rettentően nem megy az autó. Tudom, hogy a Ford az nagyon erős, tehát azt alig lehet vezetni, aki nem tudja, ugye, hogy kell vezetni, ugyanis na mindegy, nem tudom elmagyarázni, de gondold el, amikor odalépsz neki, akkor így belemész az ülésbe, és az autó elkezd menni. Nem kell neki nagyon odalépni, hogy egy kicsit odalépsz neki, már megindul. És azután nekem így rettentő furcsa, mondjuk egy Kia Rio-hoz képest biztos, hogy jobban megy, vagy egy kisebb autóhoz képest, tehát nem azt mondom, hogy nagyon rossz ez az autó, nem rossz ez az autó, de a Fordom után nem vennék ilyen autót, maradjunk annyiba. Na minden. Úgyhogy egyelőre megyünk a kikötő felé, ami megint jó az idő, elég meleg van, reggel mennyi van, 9 óra, uaj. A féke az nagyon jó, jön egy másik autó. Egy kicsit urál nekem még néha, ugye hozzá kell szoknom a fékhez, bár azt mondták, hogy holnap készen lesz az autóm. Tehát megyek, aztán felveszem, ezt meg visszaadom. Jövő héten meg majd viszem máshova, ahol megcsinálják ugye azokat a horpadásokat, ahogy megverte a jég. Na minden. Na megjöttünk. Közben eljöttem idáig eddig a szigetes rész, öblös részig. Nem tovább 40 percbe tartott folyamon, nem tudom, hogy miért, de rettentően sokáig tartott ma, hogy ide érjek. A víz nagyon lent van, mutatom. Látod? Úgyhogy azt hiszem, hogy nem fog tudni bemenni, mert látom, hogy tiszta homokos az alja. Tehát, hogyha át is megyek a kis csónakkal ugye oda, nem fog tudni evezni, annyira pici a víz. Úgyhogy nem tudom, hogy mit csinálunk. Lehet, hogy vissza kell jönni legközelebb. Ma nagyon lent van a víz. Később jön fel egy pár óra múlva megint. De nem tudom, lehet, hogy korábban jöttem, vagy ilyen most majd ma más a vízállás. Na minden, majd látjuk, hogy most nem más csinálok, mint iszunk egyet. Lehet, hogy eszek valamit. Amúgy képzeld el, elfelejtettem mondani. Nem felejtettem elmondani, mert azóta nem volt videó. De nem mondtam, eladtam a hajót. Képzeld el, eladtam ezt a hajót. Ami nem tudom, hogy jó vagy nem jó az egészben, hogy kifizették egy részét a hajónak, de nem vették fel. Nem veszik fel egészen egy jó pár hétig, és az ember az körülbelül 2000 kilométerre lakik mi tőlünk. Le fog jönni egy ilyen idősebb ember, le fog ide jönni hozzánk, és ugyanis most születik az unokája, és azt mondta, amint megszületik az unokája, jön és felveszi a hajót is ugye egybe, aztán majd hazahúzza, úgyhogy addig tudom használni, ami jó az egészben, úgyhogy a nyárra még azért van a nyárból vissza, ugye lehet, hogy nem egész nyáron, de még egy jó pár hétig fogom tudni ugye használni a hajót, ami szerintem jó. Vagy lehet, hogy nem jó, ugyanis most megyek megnézni egy másik hajót majd valamelyik nap, és hogyha meg megtetszik, akkor nem tudom hazahozni, ugye hiába veszem meg, nem tudom hova rakni a kikötőben, mert ez áll még mindig benn. Ha csak ezt ki nem veszem, és hol van máshol, elteszem. Na minden, ma meglátjuk. Ja, most nézegetek hajókat,
eddig egy vagy kettő van olyan, ami ugye tetszik, úgyhogy majd lehet, hogy elmegyek és megnézem, hogy mikor, azt még nem tudom, de eladtam. Úgyhogy látod, hoztam az evezőt amúgy, ugye mondtam, hogy felfújjuk a csónakot, és na minden, ma meglátjuk. Lehet, hogy felfújjuk, lehet, hogy várunk egy kicsit. A víz ugye eléggé gyorsan jön azért felfelé, és megpróbálunk oda bevezni. Amúgy kézzel jöttem errefele, itt volt egy ilyen nagy, nem tudom micsoda, hal, vagy delfin, egy pillanatra láttam, körülbelül ilyen hajónak az elején volt ilyen, nem volt több, mint egy 10-15 méternél távolabb a hajótól, így kiugrott a vízből ilyen 2-3 méter magasra, ilyen rettentő nagy volt, akkora volt, mint egy delfin, úgyhogy azért mondom, lehet, hogy delfin volt, bár én a hasát láttam. Most vagy úgy ugrott ki a delfin, hogy ugrott és megfordult a levegőbe és visszaesett, vagy egy nagyobb hal volt, nem hiszem, hogy cápa volt, ugye, nem ide. Csak gondoltam, hogy megosztam. A kamerát nem tudtam bekapcsolni, mire oda lentem, mondom, hát ha visszajön ki, vagy ugrik még egyet, de nem ugrott. Úgyhogy nem tudtam sajnos lefilmezni. Megjöttem, újra kikötöttem, most valahol máshol, itt nem messze mutatom a kikötőnktől, ott a kikötőnk volt arrafele. Itt egy sziget, mondjuk itt elég kicsi a víz. Ott egy másik sziget, ott egy katamarán a szembe, és onnét jöttünk. Átjöttem erre a részre, és a hajót, ugye felhúztam a horgonyt, kicsit vizes az a rész. Szóval megmostam, úgyhogy előbb a napra. Felhúztam a horgonyt, tettem egy kört a hajóval, vagy kettőt nézegettem, de nagyon pici volt a víz, annyira pici volt, hogy a motornak, ennek a motornak a propellerje elkezdett elérni az aljába, ebbe az iszapos rész, úgyhogy kijebb kellett jönni. És nézegette azt a belső részt, tiszta homokos volt, iszapos, úgyhogy ha fel is fújtam volna ugye a felhajtós csónakot, akkor valószínűleg húzogatni kellett volna meg kiszállni, beszállni. Legközelebb visszamegyünk, akkor menjünk vissza, amikor a víz egy kicsit feljebb van. Most, ma reggel nagyon-nagyon lent volt, és nem akartam ott ülni egy órát vagy kettőt, hogy egy kicsit feljebb jön a víz. Hogy majd legközelebb körbenézünk azon a helyen. Oda mindig be akartam úgy menni, de eddig még sose sikerült. Be lehet menni hajóval is, hogyha mész egy nagy kört, ugyanis van egy rendes bejárata, akkor ezzel a hajóval is ugye be tudunk menni, legalábbis egy darabig, de ezen a részen az képtelenség, főleg hogyha pici a víz. Na mindjárt, amúgy ilyen szép zöld, kékes, itt a víz, látod, lehet látni az alját neki. Arra egy kicsit kékesebb, ugye ott mélyül. Egy páran vannak kint horgásznak, valaki itt az előbb gyerekekkel futkorászott valahol ott, azt mondja, most elmentek. Nem tudom, hogy itt kiszálljunk, vagy ne, sok mindent, az a baj, ezen a szigeten nem lehet látni. Kivéve a homokot, meg rákot, ott vannak azok a kis rákok. Azok rákok, látod? Hülye! Elindultunk, elmenjünk valamára, itt a mettem. Jelenleg tolatunk arra kifelé. Mi mindig itt vagyunk amúgy a szigetnél. Váltunk, raktuk üresbe, berakjuk előre menetbe, és mehetünk. Ide kiállok addig, vagy felülök, hogy lássunk több valamit. Mi ott az a sok kis rák, az a fekveteség, ott a homok, nem tudom mennyire lehet látni. Itt elég pici a víz, próbálok nem neki menni semminek, vagy fennakadni valahol. Elmenjünk itt ez a nagy katamarán mellett, aztán valószínű, hogy ott átmegyünk ott itt a sziget után. Azon az öblös részem. Eljöttünk erre az öblös részre. Itt átmegyünk, itt van sok szép hajó. Például ott van szembei Roberts, látod? Ez nagyon tetszik nekem ez a hajó. Ez újabb modell, ahogy látjátok, ugyanis az ablakja kicsit másabb ott a kabinnál. Az első ablak előrébb van, hátsó meg hátrább, tehát nem kettő középen. Ez a 90-es kb. Kiadás, 90-92-es, 5-ös talán, 25 futos. A motorja valószínűleg hiányzik belülről, a dízel motor, ugyanis hátulra van kirakva egy ilyen külső motor, valamit alakítottak rajta. Van egy ilyen hasonló hajó eladó, nem tudom, hogy ez az vagy nem, én úgy hiszem, hogy nem ez az, de valahol az is itt áll, még nem találtam eddig meg, de még keresem. Aztán van sok itt ilyen lakóhajót szembe, mert nagyobb hajók. Aztán itt van egy nagyobb hajó, ez vitorlás volt régen, csak átalakították, nem vitorlásnak. Körülbelül olyan 55 futos, ahogy elnézem, ahogy mindig itt szokott állni, nem itt errefele, valaki rajt lakik. Azon is laknak ott szembe, ott kempingeznek a szigetem. Hogy éjszakára nem szabad itt maradni igazság szerint, de sok embert nem érdekel, kirakják ide a sátrat és itt sátoroznak. Mi most még mindig megyünk tovább, ahhoz, hogy visszanek most már a kikötőbe. Kikötöttem egyet mégis, mielőtt hazamegyünk.
Megmutatom, hogy hol vagyunk. Itt álltam meg, hogy lehet látni a hajómmal. És mentünk egy kört ott a kikötő szembe. Ezen ott voltunk a túloldalt. Ott az a vitorlás, az a katamarán, ami mellett álltunk. Aztán álltunk egy kört arra. Így. Itt meg kikötöttem. Elnézzük ezeket a rákokat. Még lent van a víz. Ugye ezek mindig kijönnek, amit egyszer megmutattam már, mikor jöttünk kajakkal, azt hiszem apukám, nem tudom ki emlékszik rá, meg ki nem. Ugye itt elfutkoztunk a rákok után, csak közben nézem, hogy hol lehetnek. Aztán mindig elrohantak előlünk. Itt már kezd feljönni a víz. Ugye most eléggé lent van, ha a hajó szerintem jó lesz, nem is nagyon itt valahol el fog menni. Nézd, itt vannak a kicsi halacskák. Nem tudom, annyira lehet látni, meg ennyire nem. Na mindegy, átmegyünk. Hol vannak ezek a rákok? Madarak azok vannak. Elég sok. Ez a rész egy elég hínáros, ott a madárka. Hát, hogy átmegyünk a túloldalra, ottan tele volt rákkal. Úgy itt szoktak fel, nem tudom, biztos már elbújtak, vagy elmentek, nem tudom. Nincs rák. Ugye ez a sok pici luk, amit lehet látni. Ezek ilyen ráklukak, tehát ezekben rák van, ide bújnak be. Azért mondom, lehet, hogy már elbújtak, tele van minden valami, hogy ilyen lukka. Na, talán itt. Nem, itt se. Nincs rák. Miért feljebb a víz? Ezzel a víz jöttem át. Mint egy kicsit már magasabb lenne, nem? Vagy én látom rosszul. Közben visszaértünk a hajóhoz. Vannak itt egy pár a horgásznak. Felhozzuk a horgonyt, valószínű. Aztán visszaadjunk, nézzünk itt. Szent. Ugyanis rák itt nem hiszem, hogy lesz. Amúgy akartam válaszolni egy kérdésre gyorsan, ugyanis múltkor valaki kérdezte, vagy kérte, hogy ha legközelebb megyek étterembe vagy cukrászdába, nem filmezném le. Az a baj, hogy most nem baj, nekem nem baj, de én nem járok étterembe, nem járok cukrászdába, nem járok kávézóba. Étterembe nem tudom mikor, tehát 10 év, hogyha voltam utoljára. Ilyen gyors itt az nem egy étterem, ilyen McDonald's, ugye azon szoktunk lenni, de az nem étterem. De ilyen rendes étteremben nem szoktam járni. Cukrászdába se kávézni, ugye nem kávézok. Úgyhogy mondtam, hogy szeretem a vizet, ugye a tengert, a hajókat. De étteremben én nem szoktam járni. Na minden, egyszer, hogy véletlenül arra járok, akkor majd lefilmezem. Nem tudom mikor lesz, nem hiszem, hogy mostanában. Na minden, húzzuk a horgonyt, aztán legyünk tovább haza. Megjöttünk. Látod, megizzen el az autó. Ez egy dolog, ami... Nem ez egy dolog, de ez a dolog nagyon nem tetszik bennem, hogy akármikor beülök, mindig zenél az autó. Na minden, biztos, ami lehet, hogy ki lehet kapcsolni valahol. Hangerő mindig felmegy, tehát nem úgy marad, ahogy beállítod. Ez most miért? Mit csinál? Aztán mehetünk kéziféket, aztán le kell nyomni, nem? Hogy tartani kell? Mindegy, azt mondták, hogy ha nem nyomod le, akkor is elindul az autó. Automatán kienged. Sehol senki, akkor mehetünk. Aztán megvan mindenünk. Az ablak nincs lesötétítve, rettentően nem jó, nagyon nem szeretem. Egy az, hogy belátnak. A másik meg az összes ilyen, ez az UV-sugárzás, ez a nap minden bejön. Rettentő meleg van az autóban. Na minden, hogy az, amikor aztán lezvonzunk és ebédelünk. Hazérkeztem, megzonyoztam. És most meg fog ebédelni. Kész vagyok, látod? Csak nem borotválkoztam meg. Kicsit felfrissültem. Kint rettentő meleg volt, hiszen egy kicsit már jobb az idő. Megnézzük, mit csinálunk ezt. Én megijedtem. Már mitől ijedtem? Én nem is voltam itt a szobában. De hát tudom, mindig meg. Te? Csak megy. Na, hazajöttem. Ja, hangos voltam, mi? Na, hazajöttem. Úgyhogy, na, most elmegyünk, aztán megebédelünk lassan. Ja. Rendben? Mit teszünk? Nem tudod. Melyik sem. Na ugye, valahogy biztos, hogy eszünk. Úgyhogy ezt a videót én most befejezem. Mára ennyit. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni. Attól fogja, mikor négy szagot szoktam mondani. Sziasztok! Szervusz! Szia! Szia, szia!